Ebben a nyíregyházi kisboltban is egyre több a bankkártyás fizetés. Az elmúlt években biztonságosabbá vált ez a fizetési eljárás, így a lakosság is szívesebben használja. Ezért állami támogatással több mint 2,4 milliárd forintból 30.200 új terminált telepíthet 7 pénzügyi szolgáltató. A program célja, hogy csökkentsék a készpénzállományt, ösztönözzék a vásárlókat a modern és elektronikus fizetési módok alkalmazására, és elősegítsék a hazai fizetési infrastruktúra modernizálását. Van bankkártyám, természetesen szerintem a 21. században ennek már természetesnek kell lenni, gyakorlatilag napi szinten vásárolok bankkártyával, mert sokkal jobb, mint készpénzt használni, hiszen kevésbé kopik, illetve hát szerintem ez a gazdaság fehérítésében is nagy jelentőséget játszik. Szinte minden fizetésemet bankkártyával szoktam megjelenteni, szerintem nagyon egyszerű, nem kell magamnál hordani készpénzt, úgyhogy minden kártyával fizetek. A statisztikák szerint a kártyával fizetők többet költenek a készpénzt használókhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a kis és közepes vállalkozások a terminálok alkalmazásával növelhetik forgalmukat. Ha azonban nem rendelkeznek ilyennel, jelentős mennyiségű vásárlót veszíthetnek, azokat, akik a kényelmes és gyors fizetési módokat kedvelik. Akkor éri meg igazából ezt fenntartani, meg üzemeltetni, hogyha rendszeres vásárlások vannak, ugye kártyás fizetések, akkor megéri. Mert ugye, hogyha nincs terminál, akkor nem jön be az a vevő, aki már átállt a kártyás fizetésre, és nem hord magánál készpénzt, akkor azok alapból ugye be se jönnek, de hogyha nálam már most napi szinten van kártyás fizetés. A vártnál nagyobb érdeklődés mutatkozik a terminálok telepítése iránt, hiszen a korábbi 20-30 ezer forintos telepítési díj helyett most induló költség nélkül ingyen vezethetik be a kártya elfogadási szolgáltatást a kis és közepes vállalkozások. Ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium 16 millió forintos pótlólagos forrást mozgósít a terminálok telepítéséhez. Hasonló támogatás 2018-ban is várható.